Keszegfalván idén ünnepelték a Shinkyokushin Karate Klub megalakulásának 15. évfordulóját. Markovics János mesteredző az évek során Csallóköz további helyszínein, így Ekelen, Nemesócsán, Nagymegyeren, Ekecsen, Dunaszerdején, Egyházgellén, Vásárúton és Kürtön épített ki újabb karate klubokat. Több mint 200 karatés tömörítenek ezek a klubok. Az évek során sokat fejlődtek a versenyzők, számtalan hazai és nemzetközi versenyen értek el sikereket. A 2013-as év különösen sikeresnek mondható. 80 aranyérem és sok-sok ezüst és bronzérem a mérlegük. A nemrégiben Romániában megrendezett Európa-bajnokságon a klub két versenyzője sporttörténelmi sikert ért el. Az ekecsi Bajcsi Adrián az ifjúsági korosztály versenyében ezüstérmet, míg a keszegfalvai Hupján Krisztina az U22-es felnőtt kategóriában bronzérmet szerzett. Ráadásul Bajcsi Adrián a napokban Zágrában megrendezett Elka kupán felállhatott a dobogó legfelső fokára. Markovics János edző megjegyezte, hogy már csak az EB aranyérem hiányzik a sorból, de mindkét versenyzőjében benne van a lehetőség annak megszerzésére. A csúcs a világbajnoki érem megszerzése lenne, az edző bízik benne, hogy az elkövetkező 5-10 évben ez is sikerülni fog. Egyébként a klubban az ifjúsági és felnőtt korosztályon kívül egészen kicsi, 4-5 éve gyerekekkel is foglalkoznak, akiket játékos formában vezetnek be a karate alapjaiba.